A legtöbb ukrán menekült Nyugat-Szlovákiában tudott elhelyezkedni, főként gyárakban és nagyobb vállalatoknál dolgoznak. Dunaszerdahelyen az egyik pékipari termékeket gyártó üzemvezetősége úgy gondolta, hogy nem csak adományokkal segít, hanem munkát is igyekszik biztosítani számukra. A vállalatnál jelenleg 30-40 ukrán dolgozik, akik munkafelvételét és az ezzel járó adminisztrációt tolmács segítette. A termékeinknek a súly ellenőrzése, a termékeinknek a szórása, a töltelék ellenőrzése, a vonali munkák. Tehát ezek a klasszikus olyan munkák, amelyeket bármelyik hozzánk újonnan belépő kolléga el tud végezni. Minket a segíteni vágyás, vagy a segíteni akarás is motivált, amikor ezt a programot meghirdettük. Ezen kívül azt látom, hogy akik itt akarnak dolgozni, és itt akarnak lenni, azok járnak rendesen dolgozni. Természetesen vannak lemorzsolódások, itt is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők inkább máshol szeretnének dolgozni, de az általános tapasztalat az, hogy jó, hogy itt vannak, jól dolgoznak, igyekeznek. Szerintem nagyon fontos az, hogy őket befogadtuk, és a csapat része, ez az ukrán csapat, aki most itt dolgozik. A Városi Képviselőtestület április 21-én soron kívüli ülést tartott, amelynek egyik napirendi pontja az ukrajnai háborús menekültek megsegítése volt. Döntés született arról, hogy az egyedülálló ukrán állampolgárok 30, gyermekekkel érkezők pedig 50 eurós egyszeri segélyben részesülhetnek, amíg az államtól nem kapnak anyagi támogatást. A képviselők a segítség egyéb formáit is megszavazták. Szükséges azt a lehetőséget elfogadni, hogy mint az iskolai klubokban, mint az étkezés hozzájárulása esetében ne kelljen a háborús menekülteknek fizetni az önkormányzati intézményekben. 30 napig tudnak Dunaszerdahelyen meleg ételt kapni a Gastro DSN keresztül, amelyet az önkormányzat fizeti meg, és ezzel kapcsolatosan pedig fogjuk kérni az államtól ennek a megtérítését. De akik itt laknak, vagy itt fognak tartózkodni hosszabb ideig, szemétdíjat ne kelljen fizetni, illetve elvadót ne kelljen fizetni. Hogyha olyan szálláshelyről lenne szó, amely tárgya a szállásadónak, azután a tulajdonosnak ne kelljen befizetni a szállásadót. Hogy a városi tömegközlekedési eszközökön ne kelljen szintén fizetniük azoknak a menekülteknek, akiknek menekült státuszuk van. A Dunaszerdahely által felajánlott szálláshelyeken egyelőre nincsenek ukrajnai menekültek, a városban viszont már többen is vannak. Az önkormányzat a Kodály Zoltán alapiskolában a Vasúcsor utca felől megközelíthető egykori fogorvosi rendelőben kedden és csütörtökön 16 és 18 óra között továbbra is fogadja a menekülteknek szánt adományokat.